Köszöntöm a Költség Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Élete első ATP tornagyőzelmét aratta Genfben Fucsovics Márton. Az ötödik helyen zárta a bajnokságot a Nyíregyháza Blue Sharks. Idegenben győzte le 3-2-re az NB2 bajnokát a kisvárdai futballcsapat. A 11. helyen fejezte be a szezont a nyíregyházi kosársuli. A futszál bajnokságok legjobbjait díjazta az MLS megyei igazgatósága. A tavalyi bajnoki cím után ezúttal a negyedik lett az MMTK kézi csapata. Fucsovics Márton élete első ATP tornagyőzelmét aratta, miután a genfi fináléban 6-2-6-2-re legyőzte a német Golyovcsikot. Profi pályafutása legnagyobb sikerét érte el Genfben Fucsovics Márton, aki megnyerte az 500 ezer euró összdíjazású ATP 250-es alakpályás versenyt. A nyíregyházi teniszező már a torna első körében jelezte, hogy nagyszerű formában van, ugyanis 6-1-6-2-re kiütötte az ötödik helyen kiemelt spanyol Ramoszt. A második fordulóban az amerikai Tiafoe ellen 7-6-6-4-re nyert Sávolt Attila tanítványa, majd következett a legutóbbi két genfi torna győztese, a városban élő háromszoros Grand Slam győztes svájci Wawrinka. A hazai kedvenc ellen 6-4-6-0-ra nyert Fucsovics, aki aztán az elődöntőben az amerikai Johnson ellen először került szett hátrányba a tornán. Az első számú magyar férfi teniszező fordítani tudott, és a 2-6-6-4-6-1-es siker azt jelentette, hogy készülhetett a német Golyovcsik elleni döntőre. A világranglista 43. helyén álló riválisnak nem sok esélye volt a fináléban, Marci 6-2-6-2-re nyert, így Taróci Balázs 1982-es Hilversumi sikerét követően ismét van ATP torna győztese a magyar tenisznek. Érdekesség még, hogy a genfi versenyt 1980-ban rendezték meg először, és az első torna győzelem Taróci Balázs nevéhez fűződik. Fucsovics 250 világranglista pontot szerzett, és ezzel a karrier csúcsot jelentő 45. helyre lépett előre az ATP rangsorban. Az ötödik helyen zárta a bajnokságot az NB1B-ben a Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák csütörtökön értékelték a szezont. Valótlant állítanék, ha azt mondanám, hogy elégedett vagyok, hiszen szerettünk volna mindenképpen négy közé kerülni a bajnokságban. Sajnos ez nem sikerült. A Vasas elleni párharcban alul maradtunk, és így nem tudtunk bekerülni az alapszakaszban megszerzett harmadik helyezésünk után. Lehetne azt mondani, hogy ez a néhány perc határozta meg ezt a szezon, de úgy gondolom, hogy egy picit hibásak voltunk abban is, hogy az alapszakaszban olyan vereségeket kaptunk, amelyeket nem lett volna szabad megengedni. Gondolok itt az MTK elleni idegenbeli, a Honvéd elleni, vagy a Vasas elleni idegenbeli vereségre, talán a Nagykőrösire, és éppen ezért egy picit az ellenfelek elhitték, hogy verhetőek vagyunk, és kicsit másképp álltak hozzánk a későbbiekben, de ilyen előfordul, szeretnénk tovább dolgozni, és szeretnénk, hogyha a fejlődésünk tovább menne, egy picit nagyobb ütemben, ehhez mindenképpen jó játékosokra és jó szakmai munkára van szükség. Mennyit fejlődtek egyénileg a játékosok, hiszen nagyon sok fiatal kapott elég sok játékpercet a csapatban. Úgy gondolom, hogy ez a játékosok játékán látszik is, hogy sok játékpercet kaptak. Szerintem előre léptek, sikerült előre lépniük, hiszen egy erősebb bajnokságban állták meg a helyüket, mint ami egy évvel ezelőtt volt. Ez az összevont bajnokság egy picit sötét ló volt számunkra, és nem nagyon tudtuk, hogy mire számíthatunk, de úgy gondolom, hogy az MKOS-nek mindenféleképpen jó döntése volt az, hogy az NB1B csoportját két különálló részre szedte, és volt egy erősebb és egy gyengébb csoport, és azt hiszem, hogy ebben a piros csoportban olyan csapatok szerepeltek, akik erősek és felkészültek voltak az egész bajnokság során. A légiós Stojanovicsot kivéve csak nyíregyházi játékosok szerepeltek a csapatban, marad-e ez a koncepció, vagy esetleg finomítottak valamit rajta a későbbi eredményesség érdekében? Picit úgy érzem, hogy ennek a koncepciónak a kijelentésével talán túlságosan kényelmi pozícióba helyeztük a játékosokat, és ez mindig kell egy picit a komfortzónából való kimozdítás, és éppen ezért úgy gondolom, hogy ha egy-két játékos találunk, aki alkalmas arra, hogy bekapcsolódjon a csapatunk munkájába, és mindenféleképpen előre mozdítja és segíti a csapatunknak az eredményességét, akkor szeretnénk, hogyha belépne néhány ilyen játékos, de csak olyan játékosról lehet szó, aki erősebb, mint aki itt van Nyíregyházán, aki tud nekünk segíteni, és mindenféleképpen előre mozdít bennünket.
a jelenlegi keretből, vagy az elmúlt szezon keretéből ki az, aki biztosan itt lesz jövőre? Úgy gondolom, hogy azokra a játékosokra, akikkel már megegyeztünk az elmúlt év végén, vagy akivel most megegyeztünk a folytatásról, mindenféleképpen számíthatunk. Bús Iván és Czura Attila 2 évet ígért, vagy 2 évben állapodtunk meg az elmúlt év végén. Cinger Zoltánnak 1+1 éves szerződése volt vele, megbeszéltük azt, hogy maradnálunk és folytatja. Mokánszki Máté mindenképpen maradnálunk, és hát Fazekas Csaba, aki januárban jött haza, akkor is úgy érkezett, hogy ezt a szezont és a következő szezont nálunk fogja tölteni. Én abban bízom, hogy nem csak ezt, hanem utána is olyan csapatunk lesz, amelyben érdemes itt maradni, és nagyon bízom abban, hogy továbbra is a csapatunk tagjai lesznek azok a játékosok, akiket felsoroltam. Illetve természetesen a csapat többi meghatározó játékosára is számítunk, és a következő napoknak a kérdése lesz az, hogy beszélgessünk arról, hogy hogyan is folytatják tovább, és remélem, hogy erős csapattal fogunk tudni nekivágni a következő szezonnak. Egy csapat számára mindig büszkeség, ha a Nemzeti Együttesben vannak képviselői, ezen a nyáron is lesznek nyíregyházi játékosok a korosztályos válogatottakban, kik? Igen, ez így van, és nagyon örülök annak, hogy újra tudunk a korosztályos válogatottnak játékosokat adni. Fazekas Csabinak a szereplése biztos, hiszen ő már megkapta a válogatottól a behívóját. Mokánszki Máté és Sitku Márton volt a tagja végig az U18-as válogatott felkészülésének a szezon közben. Remélem, hogy ott lesznek a nyári felkészülésnél mind a ketten. Örülnék annak, ha minél nagyobb létszámmal tudnánk segíteni a válogatott munkáját, hiszen ahogyan azt említetted a kérdésben is, ez mindenféleképpen egy rang, és nagyon bízom benne, hogy a magyar játékosoknak célja az, hogy a magyar válogatottban tudjanak játszani, mindegy, hogy ez a korosztályos vagy a felnőtt válogatott. Idegenben győzte az MTK-t a kisvárdai futballcsapat. Kondás Elemil együttese az utolsó előtti fordulóban 3-2 sikerre távozott az új Hidegkuti Nándor stadionból. Szerintem az mind a két csapat számára presztízs mérkőzés volt. Nyilván könnyebb volt már most játszani, mert úgymond a nagy tét az lekerült, viszont tét nélküli mérkőzés nincs, tehát hogyha az ember pályára lép, akkor nyilván szeretne nyerni. Itt mind a két csapatnak már megvolt a feljutása, és így úgymond nyugodtan, de mindenki meg tudta magam mutatni magát, hogy mire képes. És ebből alakult ki az, hogy egy ilyen jó mérkőzés kerekedett. Mindkét félidő elején gólt kapott a Kisvárda, nagyon sok csapat ilyenkor összeroppan, ezen tud felállni. Nektek sikerült, mi volt a háttérben, mi volt az oka ennek? Igen, az igazság, hogy az első 10 percben nem voltunk elően koncentráltak, és nem léptünk ki a visszalépő támadókra, ezáltal létszámfölényt tudtak kialakítani, és abból tudtak kombinatív játékból gólt is szerezni. Viszont utána már hatékonyabbak voltunk, masszívabbak voltunk, bátrabban mentünk előre, és ott már megvoltak a lehetőségek arra, hogy esetleg gólt szerezzünk, ami az első félidő végén sikerült is. Csak sajnos a második félidőben megint egy figyelmetlenség miatt, egy védekezési hiba miatt kaptunk egy kontrából egy gólt, úgyhogy létszámfölényben voltunk hátul. De nyilván a csapat erejét mutatja, hogy ekkor sem omlott össze, hanem ment tovább, ki tudott egyenlíteni, és a kiállítás után átszerveztük kicsit a csapatot, és mentünk a győzelemért. A Kisvárda elmondhatja, hogy elvette a MTK hazai veretlenségét, ezt gondolom még külön jól esett. Így van, természetesen. Most az igazság, hogy ebben az évben több ilyen rekordot is megdöntöttünk, úgyhogy ez most egy ilyen év volt. Egy forduló van még hátra, a Sereghajtó Sopron érkezik vasárnap Kisvárdára. Milyen meccsre lehet számítani annak tükrében, vagy utolsó forduló is annak tükrében, hogy azért a futball iránt érdeklők tudják, hogy a Sopron ilyen nehéz helyzetben van? Jó, hát az minket nem érdekel különösebben, mert nekünk saját magunkra kell koncentrálni, és mi az utolsó mérkőzést is meg akarjuk nyerni. Úgyhogy mi úgy fogunk készülni, és rendkívül nehéz meccs lesz, mert ez a legnehezebb, ezek a legnehezebb mérkőzések, amikor egy utolsó helyzet ellen, vagy egy minden-mindegy alapon játszó csapat ellen kell pályára lépni. Úgyhogy mi úgy fogunk készülni, ezt a találkozót is meg akarjuk nyerni. Budapesten voltak hiányzók, jó néhányan. Kik kaphatnak szerepet az utolsó mérkőzésen? Itt az igazság, hogy olyan nagy változást nem nagyon tudunk eszközölni, mert ezek a hiányzók továbbra is megmaradnak. Talán egy ember tud bejönni a Papucsekban, aki eltiltás miatt hiányzott a hétvégén. Úgyhogy meglátjuk, hogy ki lehet számítani, hogy van-e valakinek sérülése, vagy bármi problémája, ami miatt esetleg nem tud pályára lépni. A 11. helyen zárta a szezont az amatőr nemzeti bajnokságban a nyíregyházi kosársuli. Az évzáron elköszönt a csapattól Pap Klaudia, aki az élvonalban folytatja pályafutását.
Az évvelét úgy kezdtük, ugye, hogy nem volt Orsi, ugye éppen babát vált, ugye a későbbiekben ő visszaszállt, ami úgy gondolom, hogy a később eredményességnek az egyértelműen a meghatározója volt. Ugye Dia közben megsérült, tehát olyan tétmecseket buktunk ott abban az időszakban, amit nem lett volna szabad elbuknunk, hogyha azok a mérkőzések megvannak, akkor most valószínűleg valami egészen más helyzésről beszélhetnénk. Éremről akkor sem, mert tehát az érem közelében ebben az évben azért ez a csapat nem volt, de biztos, hogy előre végezhettünk volna. Olyan mérkőzéseket buknunk, amit nem lett volna szabad, viszont amikor ugye elkezdődött a rájátszás, 12 mérkőzésből 11-et sikerült megnyernünk, amin úgy gondolom, hogy ez egy óriási teljesítmény. Tehát ebből 5 idegenből, egyszer kaptunk idegenből, és a Peac otthonában, ott egy kicsit két hosszú utazás után nem úgy sikerült a második fél, de ahogy azt mi szerettük volna. Tehát úgy gondolom, hogy minden tekintetben meghatározó volt ez az év. Azok a játékosok, akik ugye előző évben már bontogatták szárnyukat, és néha-néha már pár percre pályára kerültek, azok most sokkal több játék lehetőséget kaphattak, és igen, voltak mérkőzések, amikor kimondottan jól játszottak. Na most az, hogy nem minden mérkőzésen sikerült azt a teljesítményt nyújtaniuk, az a rutintalanságnak tudható be, bármennyire is szerettük volna, hogyha kiegyensúlyozott a minden mérkőzésen, hogy azt az átlagot hozták volna, ez sajnos nem jött össze, de én úgy gondolom, hogy ettől függetlenül mi ezzel a helyezéssel maximálisan elégedettek lehetünk. Mivel sikerült kihasználnunk a felsőházban való további szereplést, és elsősorban ez volt a célunk, hogy a legjobb 14 között végezzen a csapat, hogy jövőre ne a hátsó 14-be kelljen versenyezni, hogy itt azért sokkal színvonalasabb és jobb mérkőzéseket fog játszani a csapat. És arról nem is beszélve, hogy legalább lehetett gyakorolni ezt a játékot, amikor nincs Papp Klaudia, aki a következő szezontól az élvonalban folytatja, amellett, hogy hiányozni fog, gondolom büszkeség is egy olyan játékos nevelt fel a Nyíregyházi Kosárlabdásuli, aki világbajnok ezüstérmet tudott szerezni, és kapus az élvonalban is. Itt van, tehát ugye ez csak időkérdése volt, hogy Adi amikor fog tovább lépni. Ők a szülőkkel együtt egy nagyon bölcs döntést hoztak, én úgy gondolom, amikor úgy döntöttek, hogy legyen a gyereknek a kezében a diploma, tehát ugye ő gyógytornászként fog a következő időszakban remélhetőleg az államvizsga is úgy sikerül ténykedni, mellette fog kosárlabdázni. Én azt hiszem, hogy ez egy óriási dolog. Ugye évek óta hívták már NB1-ába, emellett ugye csinált ezt a B33-as kosárlabdát is. Mi próbáltuk mindenben lehetőséget adni, próbáltuk mindenféleképpen támogatni őt, hogy elérje a céljait, hogy egy olyan játékosra beszélnek, akinek céljai vannak, és ugye azért ez nem mindegy, hogy van-e valami cél előtt, amit ő szeretne elérni, ő mindig is más játékos szeretett volna lenni. Az, hogy VB ezüstérmes is lehetett, ugye ez már csak egy óriási élmény, és ez mindenféleképpen megtisztelő az egyesületnek, megtisztelő nekem, hogy sikerült egy ilyen játékossal éveken keresztül dolgoznunk, aki ugye teljes alázattal, még most az utolsó időszakban is, ugye amellett mondom, hogy az államvizsgára készült, tehát az utolsó mérkőzéseket is teljes komolysággal vette, és én azt hiszem, hogy ahhoz, hogy ezt az eredményt elértük, ebben neki is nagy szerepe volt. Hogyan szerepeltek a korosztályos csapatok? Korosztályos csapataink, ugye egyértelmű, hogy a junior csapatunk szerepelt a legjobban, mivel ugye ők az NB1-ben is bontogatták szárnyukat. Ugye ott volt egy ominózus büntetőpont levonás, amit ugye később érvényesítettek felénk, ugye olyan ágra kerültünk, ahonnan nem sikerült már a legjobb 8 közé jutnunk, már szerintem ennek a csapatnak ott lett volna helye, mert ugye nagyon tehetségesek és ügyesek. A kadettjeink ugye azok nagyon kevesen voltak, nekik csak a középszakaszban, tehát a 16 közé jutás volt az, ami sikerült. A serdülőink azok szintén ugyanezt érték el, és lent az utánpótlás, úgy gondolom a gyerek kenguru, szintén régiós döntőn voltak, ami szerintem egy szép dolog. Lehetett volna jobb is, volt már olyan évünk, amikor az utánpótlás csapataink jobban szerepeltek, de volt olyan is, amikor rosszabbul. Én úgy gondolom, hogy megpróbáljuk a jövőt építeni, nekünk mindenféleképpen az a célunk, hogy ugyanúgy élvonalbeli játékosokat neveljünk, mint hogy eddig is megpróbáltuk ezt megtenni, és reméljük, hogy a következő nemzedékben még sok Papp Klaudia vagy Farkas Miklós fog kinőni. Meddig marad edzésben a csapat, mikor kezdődik a nyári pihenő? Amíg iskola van, addig mindenféleképpen edzünk, tehát azt jelenti, hogy június 15-ig edzeni fogunk, utána mindenki megy, pihen, nyaral, jól érzi magát, és majd augusztus második hetétől kezdünk újra, hogy augusztus végén már felkészülési tornák vannak, a kadett serdülő, és valószínűleg a junior csapat is ott már szeptember elején ugye selejtezőkkel kezd, tehát hogy attól függően, hogy mit szeretnénk, vagy szeretnénk-e kiemelt bajnokságban szerepelni, vagy sem. Tehát muszáj elkezdenünk már itt a felkészülést, és addig ugye megkapják a pénzt, tehát közel 2 hónap pihenő azért a lányokra vár.
Mielőtt a jövőről beszélnénk, beszélünk egy picit a múltról, egészen pontosan a legutóbbi bajnokságról. Milyen évet zártatok, hogyan értékeled? Én úgy gondolom, hogy amit évelején megbeszéltünk, kötelezettségeinket, azt mindet sikerült teljesítenünk. Bár nem kerültünk felső házba, igazából matematikailag lett volna rá esélyünk, de nem sikerült összehozni. Nem voltunk elkeseredettek abszolút. Úgy gondoltuk, hogy ami a következő középház vár ránk, azt mindet megpróbáljuk megnyerni. Részben majdnem sikerült, szinte csak egy vereséggel hoztuk le az egész középházi rájátszást. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy amit ki lehetett ebből az egészből hozni, azt maximálisan kihoztuk. Neked milyen volt ez a szezon? Ugye sérüléssel találkozott, plusz a szezon jó részében nem volt melletted ott Farkasinszky Jósolya. Így van, eléggé fura volt, hiszen évek óta együtt játszottunk, ugyebár ő volt szinte a jobb kezem, Vivien a bal, hát most egyikük sem volt itt. Furcsa volt a kezdet, de úgy gondolom, hogy a fiatalok felnőttek ehhez a feladathoz. Maximálisan, amit ők tudtak, hozzátettek a bajnoksághoz, segítve egymás munkáját, szóval ezt ezúton is köszönöm nekik, nagyon jó volt együtt játszani velük. Igen, hát sérülések voltak, az első fél évem az nem sikerült a legjobban, ahogy szerettem volna, viszont azt hiszem a második fél évre, illetve a bajnokság végre maximálisan visszajöttem. Furcsa, hogy egy picit azt hallom, hogy a fiatal, hiszen még te is nagyon fiatal vagy, egy picit visszamegyünk az időben, hány évesen mutatkoztál a felnőtt csapatban? Azt hiszem 14. voltam, 2010-ben volt, talán tavasszal Tatabányán játszottuk az első mérkőzést. Nagyon izgultam, emlékszem rá, viszont ott már szereztem pont pár pontot is. És eljött a váltás ideje, már többször szóba került, hogy magasabb osztályig az volt, most megtörtént. Melyik csapatban folytatod és mi döntött pont mellettük? Így van, így van. A Beac Újbudánál fogok játszani következő szezontól. Igazából azért esett rájuk a választásom, mert nagyon tetszik ez a hozzáállásuk, hogy magyar játékosokkal akarják végigvinni a bajnokságot, ugye külföldi légiósok nélkül. Valamint kaptam egy ajánlatot, hogy első számú irányítóként vezethetem a csapatot, aminek szintén nagyon örültem, nagyon pozitív volt. Illetve az edzővel való első találkozás, beszélgetésünk során is nagyon pozitív irányba terelte ezeket a gondolataimat, úgyhogy igazából ezért választottam őket. Milyen tervéd, milyen céljaid vannak a kosárlabdapályán? Ugye A csoport, onnan már csak egy lépés a válogatottság, a három elleni játékban van egy világbajnoki ezüstérmed. Milyen karrier várhat még rád? Szeretném a lehető legjobbat kihozni ebből az egészből, a lehető legmagasabb szintig eljutni. Nagyon szeretnék idővel bekerülni a felnőtt 5-5 válogatottba is. Hát nem tudom, remélem, hogy mindent ki fogok tudni belőle hozni. Négy korosztályban rendeztek futszálbajnokságot a megyében. A legjobbak hétfőn vették át érméket az MLS megyei igazgatóság által szervezett díjátadó ünnepségen. 4 évvel ezelőtt indítottuk el a férfi felnőtt futszál megyei bajnokságot, ahol 8, 9, 10, 12 megyei csapat vett részt, viszont a futszál szakosztálynak a népszerűségét jelzi, hogy 2017 őszén már 4 korcsoportba tudtunk bajnokságot kiírni. A férfiak mellett a fiú 17, 20 és a leány 15-ben is neveztek csapatok, és a férfi megyei bajnokságunk ugye 3 megyére kiterjedt, és ez már nem is megyei, hanem MB3-os regionális volt, ahol 3 borsodi, 3 hajdú csapat és 7 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapat versenyzett. A lányoknál 10 megyei csapat, a fiú U17 és U20 összesen 22 együttes versenyzett hétről hétre. 2017. októberében kezdődtek a pontvadászatok, és idén április végén fejeződtek be mind a 4 bajnokságban. Beszéljünk a felnőtt férfi bajnokságról. Említetted a megyék képviselőit. Milyen színvonalú volt a bajnokság, ki nyerte ezt a pontvadászatot? Úgy gondolom, hogy nagyobb színvonalú volt a bajnokság, mint talán az elmúlt 1-2 évben. Köszönhető annak, hogy azért mind Borsodban, mind Hajdúban voltak olyan csapatok, akik annak idején MB2-be versenyeztek, aztán 1-2 évig úgymond inaktívak voltak, de most újra belekerültek a vérkeringésbe. Ennek ellenére viszont egy újonc megyei csapat, a Nyírbátori Sportklub együttese nyerte meg, aki már az osztályozón is túl van, és ott sajnos egyetlen egy góllal maradt le a Szeged ellenében a feljutásról, bár ennek ellenére még nyitva van a kapu az MB2 kapuja előttük, hiszen az esetleges visszalépés után még őt felkérhetik az MB2-re. Bízunk benne, hogy Nyírbátor révén egy újabb MB2-es futszálcsapatunk lesz.
Minek köszönhető egyébként a szakág népszerűsége, minek köszönhető az, hogy egyre több utánpótláskorú csapat indul el? Azt hiszem talán annak, hogy egyre népszerűbb, egyre több teret kap a médiában, a média által is az a futszál, illetve egyre jobban látják be az edzők, a megyei edzők is, a kis játékok, amire a futszál épül, a 2-1 elleni, 3-2 elleni játékok, a sok érintő az mind ezen a területen, ezzel a sportággal sokkal jobban elsajátítható, ráadásul a gyermekeknek is nagyobb a sikerélmény, hiszen maga a futszállabda is annyira speciális, hogy nem annyira pattan el a lábtól, mint a normál labda, a normál futballlabda, és is sokkal nagyobb a sikerélménye a játékosoknak is. Ugye azért tegyük hozzá, hogy olyan játékosokról van szó, akik párhuzamosan űzik a futszált és a futballt. Igen, 95%-ban olyan játékosokról van szó, akik nagy pályán is futballoznak mellette, és igazából ez egy kiegészítési sporták, ezért is mondtam, hogy október végén indulnak nagy részt a bajnokságok, és áprilisba fejeződnek be, szinte a téli szünetet ölelik fel. A Nyírbátori FC újoncként vágott neki ennek a regionális futszálbajnokságnak. Számítottatok arra, hogy az élen végeztek a bajnokság végén? Nagyon jó társaságot sikerült összeszednünk, felépítenünk. Az elején úgy indultuk, hogy baráti társaság, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Az eredmények jöttek, hála Istennek a szponzorok és támogatók is odaálltak, a végére már, vagy fél szezonnál már úgy bántunk, hogy most mindenféleképpen meg szeretnénk nyerni a bajnokságot, és sikerült is, örülünk neki. Ilyen erősségű volt a mezőny. Így, hogy most játszottunk egy osztályozót, amit sajnos most módon nem sikerült megnyernünk. Azt mondom, hogy elég erős az első 4-5 csapat, azért az kimagasló volt. Sajnos voltak gyengébb képességek, de az eleje az meghatározó volt az egész bajnokság során. A Szeged ellen hajszállal maradtatok alul, van-e még esély az MB2-re? Is, de mi úgy készülünk neki, hogy nincs, hanem most teljesen új csapatot építünk, és nekivágunk még egyszer komolyabban, mert azért itt, amit lehetett látni, hogy Szeged azért heti 3-at edzett. Mi egész azonban nem edzettünk 3-at, nem úgy heti 3-at. Mások lesznek a feltételek, komolyabb feltételeket tudunk biztosítani, edzés lehetőséget, és akkor inkább most lehet úgy járni, hogy szépen felépítjük még egyszer, egy normálisan, és akkor meglátjuk. A negyedik helyen zárta a szezon az MB2 északkeleti csoportjában a Máté Szalkai női kézilabda csapat. Bakarcz Krisztina együttese 12 győzelem mellett egy döntetlent játszott és 5-szer szenvedett vereséget. A bajnokság véget ért, ugye, kicsikét felemás érzelmek keringenek bennünk, amikor a mostani 2017-18-as bajnoki szezonról beszéltünk a női mezőnyben, hiszen a csapat a negyedik helyen végzett. Nyilvánvalóan a tavalyi évhez viszonyítva ez visszaesést jelentett, hiszen tavaly bajnokok voltunk. Nem véletlenül mindig a bajnokot akarja mindenki megverni, most sem volt ez másképp ebben a bajnokságban. Viszont a 18 mérkőzésből 12 győzelem úgy gondolom önmagáért beszél, volt 5 vereségünk és 1 döntetlenünk. Talán egy csapatot emelnék ki, aki a bajnoki címünket ebben az évben elvette és megkeserítette így egy kicsikét a csapat életét, vagy megnehezítette. Ez pedig érdekes módon egy olyan csapat, aki a bajnokságban a 6. helyen végzett. Ez az Ósz csapat. Ugyanis Ózdon egy pontot mentettünk mi, és itt hazai pályán pedig egy góllal kikaptunk tőlük egy nagyon-nagyon kiélezett mérkőzésen, utolsó pillanatban lőtt góllal nyertek. Ezzel 3 ponttal csökkentették a mi pontjaink, lehetséges pontjainknak a számát, ezért 25 pontot gyűjtöttünk. Az előttünk álló dobogós csapatok, a Hajdúböszörmény, aki megnyerte a bajnokságot, aztán a DVSZT és a Vitka csapatai 28 pontot gyűjtöttek. Az egymás elleni mérkőzések aránya, gól aránya döntött abban, hogy milyen helyezési sorrend alakul ki. Ezért mondom, hogy a 6. helyen végzett Ósz csapatától ez a 3 pontot, ha mi begyűjtöttük volna, úgy, mint ahogy tettük ezt az előző szezonban, akkor most mi lennénk a bajnokok, mondhatom, hiszen az előttünk végző csapatok tekintetében, hogy a statisztika adatokat megnézzük, akkor láthatjuk, hogy mind a Hajdúböszörmény, mind a Vitka ellen plusz gólarányjal végeztünk az egymás elleni küzdelmekbe, egy győztes, egy vesztes mérkőzést könyvelhető el. A DVSC csapatánál egy nagyobb arányú DVSC pozitív gólarány alakult ki, de ez valószínű azért, mert ez a bajnokság vége felé utolsó idegenbeli mérkőzésünkön már láttuk, hogy pontszámban nem tudjuk beérni a csapatokat, dobogós helyezésünk is ezáltal teljesen veszélybe forgott, így a lányok szerintem odatették magukat, mert azért idegenben a DVSC-nek 33 gólt lőni az nem gyenge, azonban rengeteg gólt kaptunk, így aztán ennek a koncentrációnak a hiánya okozta azt, hogy egy nagyobb arányú vereséget szenvedtünk tőlük. Ennek ellenére őket itt megvertük. Kevés csapat mondhatja el, hogy a DVSC ellen pozitív mérleggel zárt. Ugyanakkor megemlítem még a Kölcsey csapatát, akivel mindig ugye évek óta kiélezett küzdelmeket folytatunk. Itt is, hogyha egymás ellen összevetéseket nézzük, akkor egy győzelem, egy vereség.
vereség, mindenki a hazai pályát hozta, gólarányban viszont plusz 9 góllal mi bizonyulnánk jobbnak. Én összességében, mint ahogy a lányoknak is már tartottunk egy előzetes évzáró vacsorát, így a bajnokság végén, úgy értékeltem, hogy illetve azt emeltem ki, hogy egy nagyon komoly csapategység továbbra is fémjelezte ennek a Máté Szalkának a nagyon komoly sportteljesítményét a kézilabda pályákon. Én nagyon örülök annak, hogy ezen a vacsorán a lányokkal beszélgetve egyesével mindegyik kivétel nélkül arról tett nekem tanúbizonyságot, hogy vállalják a következő bajnoki szezont is. Két játékos nem tudja vállalni, időközben a Jüreska Kitté kapusunkkal voltak problémák, munkai problémák, éppen ezért ő nem tudja vállalni a következő szezont, illetve ugyanez Móré Kata esetében, viszont jelentősen elmondhatom, hogy a csapat teljes egészében kompletten. Még azok a játékosok is, akik az ifjú csapatból kiöregettek, Máté Szalka Ejsze Tamás gimnáziumban végeztek, és most a Debreceni Egyetemen folytatják tanulmányaikat, ők is vállalták, hogy ezek a Deme fivérek, akik egész ikonikus alakjának a csapatnak már. Külön öröm számomra az, hogy a gólkirály Máté Szalka csapatából került ki, Kis Brigitta 181 gólt lőni azért egy ilyen mezőnyben azért ez jelentős. Ugyanakkor még a statisztikákat egy kicsit vizsgálva, 10 olyan játékosunk volt, aki 40 gólhoz, 50 vagy 60 gólhoz közeli gólokat ért el a bajnokság folyamán, ami azt jelenti, hogy egyenletes teljesítmény nyújtott ez a 10 ember. Természetesen a 17 fős keretben voltak fiataljaink is, a fiatalok közül 3 ember kiemelnék, a Deme fivéreket, Deme Fandit és Barbit, akik az ifjúsági bajnokság gólövő listáján is elő vannak, és Tók Vivian, aki egy fiatal ifjú titán, aki még ifjúsági korú játékos, balkezes játékos, úgyhogy nagy értéke lesz ennek a csapatnak a továbbiakban. Aztán még örömteli tény, hogy a játékos edző Vakars Krisztina, az is a házi gólkirályi rangsorban a második helyet végzett Brigi mögött, úgyhogy ő is, amit lehetett, nem csak a pályán, hanem a pályán kívülről ugye hozzátette ez a csapathoz. Úgyhogy én nagyon azt pozitívnak értékelem. Az eredmény egy kicsikét azt mondom, hogy nem az, hogy csalódottság, de azért talán egy dobogós helyezést vártunk ettől a csapattól. Ennek ellenére nekem az nagyon fontos, hogy a csapategységben együtt maradnak ezek a lányok. Természetesen jövőre egy 100 éves jubileumot ünneplő egyesületnek a szakosztályaként elsődleges cél a bajnoki cím megszerzése lesz, amihez természetesen bizonyos posztokon, például kapus, belső irányító átlő poszton, vagy akár beállós poszton még erősítésre lesz szükségünk. Ennyi fért a mai sportszeletbe. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra.